Tojásfestők, hímzők, patkolók is részt vettek a Fehérváron megrendezett Országos Tojás Triennálén. Hagyomány ez már, méghozzá többszörösen. Egyrészt beléptünk a húsvéti ünnepkörbe, amelynek elengedhetetlen ősi motívuma a tojás, másrészt pedig évszázados népművészeti értékek megőrzésére és továbbadására immár harmadszorra adott otthont a Művészetek Háza. Ez hobbi vagy hivatás? Mind a kettő. Mind a kettő. Tanítja is mások? Igen, igen. Akit érdekel, annak bárkinek. Otthon a lakáson is, vagy ha kell iskolába, óvodába. Jöttek Somogyból, Békésből, az Alföldről, a Dunántúlról, a Felvidékről, de jöttek városunkból is. Ráadásul mindjárt egy világrekorder tojáspatkoló. A világrekorder tojást tetszenek itt látni, amit 1995-ben került be a Guinness rekordok könyvébe, egy Dél-Afrikából származó struc tojás, 1119 patkó van rajt, 2238 szöggel van főszegelve. De van még itt egy libatojás 202 patkóval, van itt egy matyóska, úgynevezett matyóska tojás, ami van egy libatojásban egy gyöngytyúk tojás, és azban belül pedig egy zebra pinc tojás, az mind meg van patkolva. A tojásdíszítő iparművészek körében ez a találkozó rangos eseménynek számít, hiszen itt nem csupán kiállítanak, hanem egy szakmai zsűri is értékeli a munkájukat. Kisgyerekekkel vásároltak tojásokat, és különleges tojások vannak itt, tehát tényleg látható az, hogy a Magyarország egész keresztmetszete. Látszik például Dunántúlon a karcolózott technika, akkor az, hogy Alföldön, Felvidéken az írókázos tojások, a berzseléses technika hol terjedt el jobban, a rátétes technika például. A programot egy receptpályázattal fűszerezték meg, és megjutalmazták a legjobb böjti ételek készítőit.